Azért vagyunk itt, mert a Big Seven Travel tematikus listáiban az európai pizzák között ez a pizzéria és ez a pizza jött ki 8. Én Magyarországon nem nagyon szoktam pizzát enni. Majd meglátjuk, hogy miért, hogy nem nagyon, de jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy előttem egy nagyon szépen megsült pizza van, ami ha sokáig várunk, akkor ez nem lesz egy jó dolog. Úgyhogy én most ezt megkóstolnám. Mi volt ez a díj? Közben elmeséled? Igen. Bocsánat, megpróbálom kézzel. Alapvetően megértem a türelmetlenségedet, mert tényleg a kemencéből frissen pár másodperc után a legnagyobb élmény ez a pizza. Minden évben ilyen Európa top 50 pizza válogatást csinálnak, és most tényleg a 8. helyen válogattak be minket. Tavaly is már egy évvel ezelőtt bekerültünk ebbe a listába, akkor még hátrébb helyezkedtünk el a rangsorba, viszont ez mindenképp egy jó elismerésnek tartjuk. Azt kell mondanom, hogy bocsánat, csak megpróbálom lenyelni. Nem könnyű. Juicy. Igazán szaftos. Nagyon egyszerű, de nagyon jó ízek. Nem véletlen, amikor San Marzano paradicsomot használunk. Egyébként én termesztek, csak nem a Vesuv lejtőin. A San Marzano paradicsomnak más az íze. Teljesen más. És egy szimpla paradicsom, egy passátát, vagy bármit, amit rákentek, az annyi minőségi előrelépés, mondjuk annyival drágább is, nem? Hát kétszer annyiba kerül a San Marzano paradicsom, mint egy általánosabb olasz. Tulajdonképpen értékelik ezt az itteni vendégek? Tudják értékelni? Szerintem igen, én látok ebbe tudatosságot, így az évek alatt egyre inkább. Alapvetően leginkább összehasonlít, hogyha egymás mellett kóstol meg kétfajta paradicsomot, akkor érződik a különbség, hogy a San Marzano sokkal kevésbé savas, egy édeskésebb, kevés alacsony ugye a nedvesség tartalma, tehát sokkal koncentráltabb az íze. Itt ugye fontos az, hogy mi ezt a szószt tényleg kézzel lepaszírozzuk, és egyedül egy kis tengeri sóval fűszerezzük, tehát ezen kívül semmi nem kerül a szószba. Nálad mi van? Mert hogy nem eszel, csak nézed. Egy mascarpone és szarvasgomba krém az alapja. Ez egy fehér pizza, tehát nincsen paradicsom szósz. Erre a fiordilette mozzarella kerül, illetve sütés után még parmezán forgáccsal szórjuk meg, az keretezi egy kicsit így az ízeket. Egy intenzív szarvasgombás íz, viszont azért a sajt ez nagyon jól lágyítja. Kicseréljük? Nem. Hogy meg tud kóstolni, nem. Vagy annyira? Nem, megkóstolom én ezt innen is, semmi baj. Nem, próbáltam a szarvasgombának az erőteljes ízét. Én megmondom őszintén, az egyetlen egy dolog, ami rögtön figyeltem ennek a pizzának a készülését, ami megfogott benne, az, hogy nem láttam azt a trükköt, és próbáltam most rászagolni, és nem sikerült. Azt, amit egyébként nagyon sokan elkövetnének. Mi az? Rátröcskölünk egy kis szarvasgombaolajat, megvan az illat. Nincs meg az illat, de semmi baj. Mert az szerintem hitelesebb, hogy nincs meg az illat. Megmondom őszintén, nagyon ritka a jó szarvasgomba, ennek megfelelően nagyon drága is. Őt egyébként gondolom nagyon szeretik. Bocsánat, belevághatok a pizzádba? Én most azért vágok vele, mert nem fogok megenni egy negyed. Igen, a szarvasgomba olajat azt nagyon sokszor ugye aromával szokták kicsit megturbózni. Mi alapvetően ugye egy szarvasgomba pesztót használunk, és ezt keverjük ki mascarponéval, hogy a krémessége meglegyen. Nagyon lássuk be. Az ízében ott van minden. Imádom a nápolyi pizzát. Én nagyon szeretem azt, hogyha egy picit tovább süti. Egy nagyon picit. Tehát nálam a nagyon nyerő, a nápolyi pizza lenne római módra. De ugye ez nem az a tészta. Mert ez nem biztos, hogy ezt elbírja. Ugyanakkor viszont gyönyörűen meg van sülve az alja, tehát nem lehet rámondani, hogy nincs megsülve. Gyors
sütésnek, vagy a nagyon rövid idejű sütésnek ugye az egyik velejárója, hogy sok nedvesség tartalom marad a tésztába, tehát ezért is lesz nagyon puha a széle, és csak az a kis külső ropogós réteg marad meg, ami egy néhány perc elteltével ugye ettől a nedvességtől egy kicsit felpuhul, tehát ezért kell tényleg frissen azonnal fogyasztani. Tehát ezt is alapvetően ugye kiszállításra nem is szokták a nápolyi pizzákat készíteni. A nápolyi pizza különlegessége az maga az elkészítés módjában rejlik. Egy hosszú keresztésű tésztával dolgozunk, aminek kizárólag liszt, élesztő, víz és só az összetevője. Ezt követően kerülnek a tésztára minőségi alapanyagok. Fontos, hogy a dél-olasz nápolyi pizzáknál nagyon kevés fajta alapanyag kerül a pizzára, viszont azok nagyon magas minőségben. Például a paradicsom, az a San Marzano paradicsom, ami a Vesuv vulkanikus talaján terem, illetve maga a Fior di Latte mozzarella az minden héten Nápolyból érkezik frissen, és ez lényegében ugyanaz, amit kint is rátesznek a pizzára. Ezek fontos összetevői. Az elkészítésnek a harmadik lépése maga a sütés, ami 60-90 másodperc alatt kell megtörténnie. A legtradicionálisabb módszer, és mi is ebben hiszünk, az a fatüzeléses kemence és annak a használata. Erre vonatkozóan vannak kutatások is, hogy maga a fatüzelés és a fatűzön készült ételeknek van egy különleges íze, és ez azért van, mert egy infravörös sugárzás érkezik ezen a magasan izzó fából. Pizzatészta, ezt másfél nappal ezelőtt kezdtük készíteni, tehát 24-36 órás kelesztéssel dolgozunk. Alapvetően nagyon fontos, hogy a tésztának van egy érettségi szakasza és egy kelési szakasz. Itt nagyon nehéz ugye azt az ideális állapotot elérni, illetve minden nap elérni minden pizzánál, hogy a tészta az megfelelő keltségi és érettségi állapotban legyen, mivel ez ugye egy élő anyag, és a hőmérséklet, idő, páratartalom szent hármasba ugye folyamatosan változik. A nyújtásnak a fő célja az, hogy minél több levegőt tudjunk a tésztán belül a nyújtás végére, tehát egy nagyon gyengéd technikával és mozdulatokkal minél természetesebben nyújtjuk ki. Itt alapvetően a hosszú kelesztés során a tésztába keletkező levegőbuborékok fogják a sütés közben azt a levegős, puha állagot elősegíteni, úgyhogy ezért nagyon fontos a gyengéd nyújtás.